Február 15-e több szempontból is jelentős dátum a szerb nemzet számára. Ehhez a naphoz köthető urunk bemutatásának ünnepe, az államalapítás ünnepe és az első szerb felkelés, amelynek idén volt a 220. évfordulója. A prvi srpski ustanak 1804. i sretenjski ustav 1835. godine su deo jedne jedinstvene celine. To je vreme oslobođenja srpskog naroda, stvaranja srpske države i stvaranja slobodnog srpskog seljaka. To su bitni događaji koji su odredili savremenu srpsku istoriju, a to istovremeno put kojim je Srbija krenula vraćajući se u Evropsku zajednicu naroda i kroz ceo 19. vijek gradeći svoju državu, istovremeno je vršena i modernizacija i evropizacija Srbije. Ezen az egyházilag is történelmileg is fontos napon Magyarország Szerb Színházában díjjal ismerték el a Teofilovics fivérek munkásságát. A 90-es évek első felében 30 dalt vettek fel a szerbiai RTV-nek. A 90-es évek második felétől egyre több koncertet adtak, számos etnofesztiválon vettek részt, és énekük bejárta a világot. Felléptek már az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Nigériában, továbbá 13 európai országban, köztük Magyarországon is. To je izuzetna saradnja i prava naša, da kažem, ne bih rekao baš dijaspora, nego to je u stvari vekovni živalj koji živi na ovim prostorima. I jako je zadovoljstvo što su nam oni baš prvi, ovaj prva nagrada naša posle 30 godina rada, 20. nagrada ovde, tako da su se dva jubilea sklopila i naša radost je sigurno zbog toga i veća. Az eseményen fellépett a Nikola Tesla szerb tanítási nyelvű gimnázium kórusa és Alexander Dunić színész.